Körjátékkal készültek a gyerekek az óvoda avatóra. Nem csak a kicsik öltöztek fel ünnepi ruhába, hanem az épület is. Idén 60 éves az óvoda, amit most kívül-belül felújítottak. Ez az új szoba. Van itt plüss gorilla és kis markoló is. Most az új csoportszobával kibővülve 75-en járhatnak ide. Nem csak építkezésre, hanem bútorokra is telt a pénzből. Ez a pályázat lehetővé tette azt, hogy az összpályázati összegnek a 10%-át, tehát közel 4 millió forintot eszközbeszerzésre, illetve udvarfelújításra költhettünk. Így lehetővé vált, hogy a teljes eszközparkot felújítottuk, illetve az új csoportszobába is teljesen új, a kornak megfelelő bútorzat került, illetve ami a gyerekeket teljes egészében ki tudja szolgálni. Az ünnepélyes átadón Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, jelenleg a települések szociális és egészségügyi beruházásokra pályáznak legszívesebben. Szociális alapszolgáltatások fejlesztésében, vagy az egészségügyi infrastruktúra és alapszolgáltatások fejlesztésében, ez nagyon népszerű. Emellett az energetikai pályázatok, amelyeket nem sokára majd be lehet nyújtani, amely a fenntarthatóságot jelenti, hiszen a településeknek a működési költségeket csinyán kell bánni. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy nem csak az épületek felújítását támogatják a jövő évben, a pedagógiai munkát fejlesztő pályázatokat is kiírnak. A 3 éves kortól kötelező óvodáztatásnak a szakmai programját is szeretnénk megerősíteni, segíteni. A EFOP-os pályázatot szeretnénk írni arra vonatkozóan, ahol pontosan a szakmai programokat, az óvodapedagógusok munkáját segítendően a 3 éves kortól kötelező óvodáztatásnak a bevezetését tudjuk segíteni. Azért bővítették az óvodát, mert Paszabon egyre több a gyerek. Most azt tervezik, hogy bölcsődét is építenek a településen.